minőségellenőrzés követően a billentőn keresztül kerül a vásárosnaményi gyümölcsfeldolgozó silójába a beérkezett alma. Rögtön át is mossák, majd a tároló silóba jut, innen pedig egy újabb mosás után a darálóházba. A darálóházban a válogató kollégák elvégzik az alapanyag válogatását, ahol a romlott alapanyagot, illetve az idegen anyagokat kiválogatják. Ezt követően történik egy darálás, és a zúzaléknak a melegítése 25 Celsius fokra. A melegítés követően a présteremben található zúzaléktartályba tároljuk a így keletkezett zúzalékot, azt követően pedig préseljük. Présés után két frakciónk van, egyik az úgynevezett nyerslé, a másik a törköly. A törköly szállításra kerül, a nyerslé pedig szűrés után egy tartályba, ahonnan pedig az elősürítőre. Elősürítés követően a keletkezett levünket szűrjük, derítjük, majd pedig történik a végsürítés, ahonnan már a tárolótartályokba kerülnek. Mindez a beérkezéstől számítva mintegy 20 órát vesz igénybe. A minőség ellenőrzés követően egyébként további tartályokban tárolják a kész almalé sűrítményt. Itt pedig már a kamionokban szállításra várva, hogy jellemzően gyümölcslé vagy szájder készüljön belőle. Az időjárás idén nem nehezítette a betakarítást, enélkül sok gyümölcs maradt volna a fákon. Nem jellemző egyébként, hogy ilyen sokáig elhúzódik a szüret, ennek az az oka, hogy kevés az ehhez szükséges munkás kéz. A mennyiségre ebben az évben nem lehet panasz. A tavalyi elfogyás után sok kertben csúcs termések vannak, országosan ez nem mondható el, egy ilyen 500-550 ezer tonna terem, amikor ilyen sucstermés van az egész országban, akkor ez megközelíti a 900 ezer tonnát, úgyhogy nem mondhassuk, hogy egy olyan közepes termés, vagy talán azt mondhassuk, hogy egy közepes terméssel állunk szembe, de rettenetes piaci zavarokat okoz ez is. A vásárosnaményi feldolgozóban a tervezett mennyiséget sikerült felvásárolni, amelyre egyébként augusztus 1-jéig kellett leszerződni a termelőkkel. Az alapanyag mennyiség az évről évre közel azonos, ami most ebben az évben nagyobb problémát jelentett, és ez a jövőben is erre fel kell készülnünk, hogy egyre nagyobb mennyiségben érkezik be hozzánk idegen anyag, ami főleg falevél, faág, illetve kő, ami ugye a gépi betakarítás követően, a porkosi rész azt követően pedig hozzánk kerül. A termelők körében a közelmúltban elterjedt az a hír, hogy a feldolgozók csak november 20-áig veszik át a szállítmányokat, ez azonban nem igaz. Az üzemek ezt követően sem zárnak be, és általában a korábban megállapodott átvételi árak sem változnak a feldolgozási szezon végéig.